Figi, én olyan izgatott vagyok! El se hiszem, hogy végre megkezdődik a felkészítés! Alig várom, hogy megtanuljam hallani őket! Erre, Maki! Erre! Oroszlán őrség ide! Találkoznotok kell valakivel! Ő az én új tanoncom! Makini! Makini? Íme az oroszlán őrség! És a barlangjuk! Szia, Makini! Üdvözlet! Nagyon örvendek! Jó, hogy újra látlak! Szia, Kion! És hűha, örülök, hogy a többiekkel is találkozhatok! Persze, korábban már láttalak benneteket, ahogy büszke birtokon akcióztok, ti az erősek, a bátrak, a gyorsak, az élesszerűek, és hősként viselkedtek! Bizony, tényleg azok vagyunk! Annyira örülök, hogy végre személyesen is találkozhatunk! Nos, biztosan! Így van! De hadd mondjam el, Fuli, téged csodállak a legjobban. Rafiki azt mondja, előtted még sose volt lány az őrségben. Hallod, sohasem? Tényleg? Igen, tényleg. Igen, biztosan büszke vagy. Én az vagyok, pedig nem te vagyok. Kösz, Makini. Nincs mit. És Rafiki, miért fogadtál fel tanoncot? Azért jól vagy? Persze, Besti, persze, semmi bajom. Tudjátok, amikor Makini született, a múlt oroszlányai azt mondták, ő veszi át a szerepemet az életkör forgásában. És most, hogy a csíkok is megjelentek a pofián, ideje, hogy megkezdjük Makini tanítását. Rafiki, ezt mind egyedül te festetted? Csak néhányat, a többit azok, akik előttem jártak itt. És egy nap a te feladatod lesz ilyet festeni. Jól van. Kiro? Összehívnád a királyi családot a trónszintre, hogy bemutathassam ma a Kinit? Persze, Rafiki. Szólok, hogy mind jöjjenek el. Ez a hely az... Ez. Najuszi szerint Rafiki és ma Kini bent van. Ha engem kérdezel, már így is kényelmetlenül közel vagyunk a trónszinthez. Az más. Innen egyedül megyek. Kösz, Supavu. Jó, tűnjünk el innen. Rafiki, kipróbálhatom akkor a botomat? Várj, a tied is életre kelti a festményeket! Hamarosan kiderül. Rajta hát, Makini. Odassatok! Sikerült! Nem semmi. Szóval Makini botja több egy egyszerű rőzsénél. Úgy tűnik, jól választottál botot, Makini. Ez Zordon, ugye? Igen, a legszörnyűbb oroszlán, aki büszke birtokon élt. Erről jut eszembe, Rafiki. A kérdésem korábbról. Ez az. Tudom, a bakorabot segít meghallanom a múlt nagy oroszlányait, de vajon a gonosz oroszlánokat is meghallhatom? Ez igen komoly kérdés, zsengekorú. De ismernek kell a rosszat is, nem csak a jót. Amint tudod, Makini, a bakorát nem csupán a múlt képeit kelti életre, hanem segíthet meghallani a múlt oroszlányait. A múlt nagy oroszlányai az égben vannak, a hangjuk a szélben szágult, és mindannyian láttátok, amikor Kion az üvöltéssel keltette őket életre. De az üvöltés a múlt legszörnyűbb oroszlányait is életre keltheti. De fellegek helyett ezek az oroszlánok a tűzből jönnek elő. Ha megidézik őket a bakorával, akár a leggonoszabb erőkkel is beszélhetünk. Az összes gonoszszal? Zordonnal is? Igen, Zordonnal is. Ez az. Ijesztő. Egyetértek, Bunga. De én is. Köszönöm, hogy elmondtad, Rafiki. Nincs mit, zsenge karul, nincs mit. De ne feledd, a rosszakkal társalogni. Hoppan túl rossz ötlet. Értem. Tökéletesen világos. Akár csak neked.